filmvászon általában fiatal szerelmeseket látunk, de most hoztam egy pár filmet, ahol 40 pluszos szerelmeseket láttok. Első filmem 2008-as Mamma Mia, amelyben Meryl Streep játszott, illetve Pierce Brosnan, Colin Firth volt még a szereplő. Arról szólt, hogy egy lány, aki az esküvőjére készül, meghívja a három lehetséges apajelöltjét. A 2000-ben készült Mi kell a nőnek, Mel Gibson alakítja a főszereplőt, és Helen Hunt a főszereplőnőt. Egyszer csak arra ébredt, hogy hallja a nők hangjait, és persze ezt saját megélhetésére hasznára fordítja. Az érdekesség a filmnek, hogy mindkét szereplő úgy van öltöztetve, amilyen a szerepe, még Mel Gibson sötétebb és fekete színekben, addig Helen Hunt világosabb színekben van, és amikor elkezdenek érzelmileg közeledni egymáshoz, mindkettő szürke színekben pompázik. A szörtelenítős jelenetnél azt mondta Mel Gibson, hogy nem is fájt, és a Nike képviselői valóban Nike-sok voltak. És ha már Helen Huntról beszélünk, akkor lesz ez még így se című filmet ajánlanám melegen. Jack Nicholson a férfi főszereplő, és azt nyilatkozta a filmről, egy szerelmes film, amelyben semmi más nem csinálsz, mint folyamatosan vérig sérted azt, akit szeretsz. A film 1997-es. A Beugró a paradicsomba 2022-es film, és Julia Roberts és George Clooney játszott benne, ami érdekesség, hogy 6 hónapig forgatták a csók jelenetüket, és erről annyit mondott Julia Roberts, hogy 79, amikor elnevették egymást, 79 alkalom volt, és a 80. amikor végre csókolóztak is. 2003-as film a Minden végzett nehéz, amiben Jack Nicholson egy javíthatatlan playboy, aki egy fiatal lányjal jön össze, csak hogy első közös hétvégig szívinfarktus kap, és akkor a lány anyja kezdi ápolni, és innen kezdődik egy szerelmi történet. Egyébként Diana Keaton játszotta az anyát. Egyszerűen bonyolult 2009-es film Meryl Streep, Steve Martin, Alec Baldwin főszereplésével. Mi történik, ha egy volt feleség és egy volt fér újra összekeveredik? Bridget Jones 3, vagyis Bridget Jones babát vár, 2016-os film. Mi történik, ha nem tudjuk, ki az apa, 40 felett, és a baba várásról szól? Kellemes Valentin napot mindenkinek, és jó filmnézést! Sziasztok!